Így zümmögtek a gokartok 4 napon keresztül az Etó Park élményközpont parkolójában, árasztva magukból a benzingőzt és az égett gumiszagot. 10 kategóriában a 7 éves kis lurkóktól egészen a szeniorokig nagyjából 150 pilóta rótta a köröket iszonyatos tempóban. A profik mellett az amatőrök is kipróbálhatták, milyen érzés egy verseny gokarttal repeszteni épített pályán, és akkor még nem is beszéltünk a rengeteg kiállítóról, a napjaink modern verdáiról, a múlt autó és motor matuzsálemeiről, sőt a technikai sportok szerelmesei ezúttal a rally szenvedélyüknek is hódolhattak, hiszen az Arabona Rally Klub a fesztivállal karöltve rendezte 3. Alekszovics Slalom kupáját. Ez a mostani versenyünk a Extreme Motorsport Fesztivállal együtt került megrendezésre. Éppen azért, hogy egyrészt minél több nézőhöz el tudjuk jutatni, most azzal hála Isten nincsen probléma, elég sok nézőnk van kint. Másodszorban pedig szerettük volna, hogyha egy picit szélesebb palettát tudunk megmutatni a győri autósportból. Tehát most nem csak gokartok vannak, nem csak offroad, hanem a slalomot is. A rally előszobáját is picit közelebb viszik így a srácokhoz, az emberekhez. Ez pedig már a Gönyői kikötő, ahol a világ minden tájáról érkező legjobb mérnök hallgatók mérték össze tudásukat a Formula Student Hungary idei versenyén. A végzősöknek az első csavartól az utolsó fillérig maguknak kellett összeállítaniuk, megtervezniük és versenyeztetniük autójukat. Volt 22 kilométeres megbízhatósági, gyorsulási és pályaverseny, kiegészítésként pedig kerékcsere, autószimulátor és távirányítású modellek. Az első évben 2010-ben kezdtük 11-el, aztán következett egy 28-as létszám a tavalyi évben, és most 41-en vagyunk itt, tehát ez már egy hangulatfokozó elem. Illetve a kiegészítő programokkal megpróbáljuk olyanná tenni a szponzoraink segítségével természetesen, ami a srácoknak közel áll a lelkük között. Autóversenyszimulátorokat hoztunk, modellautós versenyeket, kerékcserélő versenyeket, tehát csomó olyan fun programot hoztunk, hogyha lehet azt mondani, mert így hívjuk őket, amit élveznek a gyerekek. A 2012-es Formula Student Hungary-t végül az East FS Team Tallinn nyerte, megelőzve a német KA Racinget és a cseh CTU Karteket.